Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és a mai igehirdetés alapigéjét Jelenések könyve 14. fejezetéből fogom olvasni. Előbb megemlítem, hogy arról szeretnék szólni, ami az utóbbi két hónapnak az eseménye, ami hatalmasan megnövelte az úgynevezett első angyali üzenetnek az időszerűségét, a jelentőségét. És ez a bizonyos úgynevezett első angyali üzenet olvasható Jelenések könyve 14. fejezetének a 6.-7. versében. Így olvasom. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, a tengert, és a vizek forrásait. Ugye ez a bizonyos, azért első angyal üzenet, mert utána még egy másik jön, meg egy harmadik, ezt az üzenetet először a 19. századi nagy ébredési mozgalomban, a Miller mozgalomban tekintették úgy, minthogy küldetésük ezt az üzenetet képviselni, és az embereknek továbbítani. Mert ugye a Bibliából az világos, hogy az Isten sohasem teszi azt, hogy közvetlen az ég közepén repülő angyal által hirdesse az embereknek az üzenetét, hanem ahogy az angyal név is követet jelent, ez az angyal szimbolizálja azt, jelképezi azt, hogy Isten követeket küld, emberi követeket küld az emberekhez, hogy ezt az üzenetet közvetítse. És azóta pedig az advent mozgalom tekinti feladatának ennek a hirdetését. Isten tehát jó időben elindította ennek az üzenetnek a hirdetését, ugyanis ha a 14. verse ugyanitt egy pillantást vetünk, akkor látjuk, hogy ennek Jézus eljövetele előtt kell hangzania. Mert a 14. versben már ezt olvassuk, láttam, imé volt egy fehér felhő, a felhőn ült valaki hasonló az ember fiához, a fején arany korona és a kezében éles sarló. Ugye ez Jézusnak a hatalommal, dicsőséggel és végső igazság szolgáltatása való eljövetelétről szól ez a vers, és ezt előzi meg közvetlen a három angyal üzenet hirdetése, és ebből az elsőt olvastam most, és azt mondtam, hogy hatalmasan megnőtt az időszerűsége. Ugye mire irányítja a figyelmet ez az üzenet? A Teremtő Istenre. Ugye ezzel függ össze, azt mondja, hogy féljétek, tehát csodálattal, tisztelettel tekintsetek fel rá. A Bibliában a félelem, az Isten félelem sohasem azt jelenti, hogy félni az Istentől, hanem ugye csak ezt a hasonlatot tudom hozni, hogy mikor valami olyan megrendítően tökéletes, akkor azt mondjuk, hogy azt szalad ki a szánkon, hogy félelmetesen szép. Tehát amikor azt mondja, féljétek az Istent, akkor azt mondja, hogy tekintsünk fel rá mély tisztelettel és csodálattal, megértve az ő nagyságát, az ő erkölcsi tökéletességét, és azt mondja is, néki adjatok dicsőséget. Ez pedig azt jelenti, hogy ismerjek el őt annak, aki, és ismerjük el, hogy mindent tőle kapunk, ő az, aki mindent teremtett és mindent fenntart, és ne a teremtményeknek és ne az embernek adjuk a dicsőséget, hanem annak az Istennek, akitől minden származik és mindent fenntart. És ezzel függ össze az is, hogy azt mondja, hogy eljött az ő ítéletének órája, mert az a Teremtő Isten, aki mindent teremtett és mindent fenntart, neki van erkölcsi alapja és joga ahhoz, hogy az embertől számon kérje, hogy bánt az életével, az idejével, a képességeivel, és az egész emberiséget megítélje, mert ő adott nekik egy igen jó földet, amit ő teremtett, és mit tettek ezzel, és hogy zajlott az emberi történelem. Tehát ez döntően ez az üzenet a Teremtő Istenről szól, a Teremtő Istenre irányítja a figyelmet, hogy ő rá mély tisztelettel, félelemmel, vegyes csodálattal tekintsünk fel, elismerjük őt annak, aki, neki adjuk a dicsőséget, és hogy tudomásul vegyük, hogy ő
ítéletre vonja az egyes embert is, és az egész emberiséget is, mert minden az ő ajándéka, mindent tőle kaptunk, és mindent ő tart fenn. És miért mondtam azt, hogy ez az üzenet most hihetetlenül időszerűvé vált. Majd utalni fogok rá, hogy pontosan október 28-án hangzott el egy nagyon nagy befolyású személytől egy nagyon jelentőségteljes nyilatkozat, és ez ennek az üzenetnek az időszerűségét nagyon-nagyon megnövelte. De előbb még szeretnék arról szólni, hogy a 19. században indultak hódító útjukra az úgynevezett evolúciós elméletek. Ugye az azt jelenti, hogy minden, ami van körülöttünk, az egész természet, és mi emberek is, öntörvényű természetes folyamatoknak az eredményeként jöttünk létre. Nem feltétlenül tagadja minden evolúciós elmélet szerzője vagy követője, hogy Isten valahol, mint egy ősok, valahol nem létezik, de utána tulajdonképpen hosszú-hosszú időn át természeti törvényeknek az öntörvényű működésével fokozatosan fejlődött ki az élőknek a rendszere, az egész természetvilága is, maga az ember is. És ugye ezek az evolúciós elméletek aztán a csúcspontot akkor érték el, amikor 1859-ben megjelent Charles Darwin nevezetes műve, a fajok eredete, amelyben ő kimondta, hogy az ember is nem is közvetlen isteni teremtésnek az eredményeként jött létre, hanem az evolúciós folyamatnak, hogy így mondjam, egy csúcstermékeként. És akkor még a kereszténységben ez óriási vitákat kavart. Még azért érdekességként említem meg, ugye, hogy a Darwin művének a keletkezés ideje 1859, az a bizonyos észak-amerikai protestáns ébredési mozgalom, a Miller mozgalom, annak a csúcspontja pedig 1840 és 44 között volt. Tehát milyen érdekes lehetett az akkoriaknak, hogy megszólalt az üzenet 1840-44 között, és utána ugye az advent mozgalom tovább érvényesnek tartotta ezt az üzenetet, és milyen különös lehetett, mikor nem sokkal ezután, ugye, végül is alig egy-két évtized, és megjelent a fajok eredete, és a nagy viták körülötte, és minden akkori hívő úgy érezhette, hogy hát ez az üzenet valóban pontosan a korunk emberiségének szól, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait, és nagyon-nagyon időszerűnek érezhették ezt. De azt kell mondanunk, hogy az akkori időszerűsége nem hasonlítható a mai napon az időszerűségéhez. Mert ahogy említettem, akkor még a keresztény egyházak nagyon fölriadtak és nagyon tiltakoztak az evolúciós elméletek ellen. Angliában, ahol ugye a Darwin a könyve megjelent, az anglikán egyház, és aztán szerte a protestáns egyházak, és a katolikus egyház is nagyon sokáig elzárkózott az evolúciós elméletektől. Az a bizonyos Teilhard de Chardin nevű teológusuk, aki ugye egy jezsuita teológus volt, és paleontológus, őslénytanykutató, tehát evolúciós elméletet követő valaki, aki aztán ugye ezt műveiben is kifejtette, ő még sokáig tiltott volt és elutasította az egyház. De már a 62-től 65-ig tartó II. Vatikáni zsinaton már ennek a Teilhard de Chardinnek a gondolatai szinte megszabták az egész zsinatnak a gondolkodását és a szellemiségét. És itt Magyarországon például 1972-ben jelent meg Nyíri Tamásnak, a nevezetes római katolikus teológusnak az Idők jelei című könyve, és ő ebben azt írta, most már egy kézen meg lehet számolni Magyarországon is azokat a katolikus teológusokat, akik elutasítják az evolúciót. És a protestáns egyházakat is egyre jobban átjárta az evolúciónak az elfogadása. És ez most már olyan közgondolkozás lett, és olyan egyetemesen elfogadott, hogy,
hogy szinte megütközést kelt, hogyha valaki azt mondaná, hogy ezt megkérdőjelezi. Akkor is, hogyha jó néhány eminens természettudós a 20. században komolyan azt mondta, hogy nem, hát azért ez egy 19. századi séma, egy inkább spekulatív elmélet, mint kifejezetten természettudományos eredmény, és ma már X ponton megkérdőjelezzük. De ennek ellenére is egyre jobban ez a közgondolkodás, és most történt egy ilyen esemény, hogy ez a folyamat eljutott a csúcspontra, mert Ferenc pápa a következő kijelentést tette október 28-án, és én szeretném a szavait szó szerint idézni. Ugye mindenki tudja, hogy Ferenc pápa milyen hihetetlen népszerűségre tett szert a szerte a világban, vallásosok, nem vallásosok, protestánsok, katolikusok körében, és ezért az ő szava, amit mondott, az óriási súllyal esik ladba, és mondhatnám, hogy a keresztény világ egy nyilatkozat után még inkább azonosítja magát a különböző evolúciós elméletekkel. Szó szerint így hangzott, amit mondott. Amikor azt olvasom majd az idézem, hogy teremtés könyve, akkor tudni kell, hogy a római katolikus egyházban, itt Magyarországon is nem mondanak ilyet, hogy Mózes első könyve, hanem a teremtés könyvének nevezik Mózes első könyvét, mint ahogy a nemzetközi irodalomban Genezisnek, eredet könyvének mondják. Tehát így olvasom. Amikor a teremtésről olvasunk a teremtés könyvében, azt képzelhetjük, hogy Isten egy varázsló, varázspálcával, aki képes bármit megtenni. De ez nem így van. Az ősrobbanás, amelyről ma úgy gondoljuk, hogy a világ eredetét magyarázza, nem áll szemben az isteni teremtő beavatkozásával, inkább igényli azt. Na most ez az idézet, ha belegondolunk, nagyon meghökkentő. Mert azt mondja, hogy amikor a teremtésről olvasunk a teremtés könyvében, tehát Mózes első könyvében, akkor azt képzelhetjük, hogy Isten egy varázsló varázspálcával, aki képes bármit megtenni, és Kerek Perec kijelenti, de ez nem így van. Szeretném megkérdezni, merész dolog? Akárki legyen, akármilyen világszerte tisztelt egy házfő, hogy azt mondja egy bibliai könyvre, hogy amit ez mond a teremtés könyvéről, ez nem így van. Ez elég megdöbbentő. Aztán, ha tovább nézzük, ugye azt mondja, hogy úgy gondolnánk, ha azt olvassuk, hogy Isten egy varázsló a varázspálcával, aki bármit képes megtenni. Tulajdonképpen ez a bibliai teremtést annak egyfajta kigúnyolása, minek nevezetesen a szóval teremtésnek. Mert a Bibliában azt olvassuk, hiszen szól és meg lesz, parancsol és előáll. És ez most, hogy így mondjam, egy kicsit kifigurázva hangzik, hogy mintha egy varázsló a varázspálcával csak szól és bármit képes megtenni. Tudjátok, melyik Biblia ige jutott eszembe erről a nyilatkozatról? A Péter második levele harmadik fejezetében olvassuk, keressük is meg, Péter második levele harmadik fejezetében, ahol a következőt olvassuk, tehát Péter második levele harmadik fejezetében, így olvasom a harmadik verstől az ötödikig. Tudván először azt, hogy az utolsó időben, és kicsit javítom a fordítást, gúnyolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják, hogy az egek rég fogva voltak, és a föld, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Nagyon érdekes, hogy Péter apostol 2000 évvel ezelőtt leírta, hogy az utolsó időben ez jellemző lesz. És figyeljük meg, nem azt mondja, hogy teljesen tagadnak valamiféle teremtést,
De úgy gondolják, hogy minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva, vagyis itt a terem, valamit elindíthatott a teremtő, de azóta a természeti törvények uralkodnak, ezek változhatatlanul haladnak előre, és kész akarva nem tudják, hogy a föld vízből és víz által állott elő az Isten szavára, tehát erről szó sem lehet, hogy az Isten szavára állott elő, és ezen gúnyolódnak, ez gúnytárgyává válik. Hát én úgy gondolom, hogy ez a nyilatkozat a legerősebb gúnyolódást alkalmazza a szóval teremtésen, amellett, hogy kijelenti, de az nem úgy van, ahogy a Biblia mondja, mert azt mondja, hogy hát mintha egy varázsló varázspálcával, aki képes bármit megtenni, akkor tulajdonképpen ez Isten minden hatóságának a tagadása is. Tehát azt mondja, hogy nincs ilyen, hogy Isten szól és meg lesz, parancsol és előáll, és ő a puszta szavával képes bármit megtenni. De most én egy pillanatra itt megállnék, és szeretnék arra rámutatni, hogy milyen következményei vannak, hogyha ezt mi határozottan így kimondjuk. Ennek az a következménye, hogy az egész keresztény tanítás, az egész biblikus keresztény tanítás összedől, mint a kártyavár. De mielőtt erről szólnék, előbb szeretnék arra rámutatni, hogy olyan képtelenség az, hogy Isten szóval teremt. Hogy az Istennek egyetlen szavával képes bármit megtenni. Nekünk 21. század elején élő embereknek ezt ilyen képtelenségnek kell tartani mindenképpen. Egy nagyon-nagyon primitív példát mondok, de talán mégis segít. Mindenki használja a bankautomatát, igaz? Az ember csak egy kódot üt be, és nagyon gyorsan, pillanatok alatt hányféle folyamat játszódik le. Leveszi a számlánkról a pénzt, kiadja a nyugtát, kiadja a bankjegyet. Ez egy nagyon primitív dolog, de már az ember is tud ilyet. És mi van akkor, ha mondjuk nagyon primitív hasonlatként az Istennek a szava, az úgy működik, mint egy kód. És egyszerre rengeteg természeti folyamat indul be, és hihetetlen gyorsasággal végbe megy, és megvalósul, amit az Isten akar. Hiszen minden természeti törvényt ő alkotott, és ő tudja azokat egyedülálló módon alkalmazni, és nem annyi természeti törvény létezik, amely nekünk embereknek sikerült felfedezni, hanem az Isten tudománya óriási ezen kívül. Ugye ezt Ellen White írta le olyan klasszikusan, azt mondja, az emberek természeti törvénynek hívják az általuk eddig megismert törvényeket, de hogy ezen túl mekkora tág a teremtőnek a munkaterülete, ahol ahol az ő törvényeivel összhangban működhet, az teljességgel meghaladja a halandó embernek a képzelő erejét. Mi találomra fedeztünk föl X természeti törvény, és azt mondjuk, ezek a természeti törvények, de azon kívül mennyi törvény létezik, mekkora a teremtőnek a munkaterülete, ahol ő törvényeivel összhangban működhet, erről nekünk sejtelmünk sincs. Ugye? És emlékezzünk arra a római századosra, hogy ez mennyire értette ezt, amikor Jézus a házához indult, hogy meggyógyítsa a szolgáját, azt mondta, Uram, nem szükséges, te csak egy szót szólj, és azonnal meggyógyul az én szolgám. És megmagyarázta egy hasonlat, azt mondta, én katonaember vagyok. Ha én kiadok egy parancsszót a hadseregben, a parancsszó rögtön végbe megy. Minden így van beállítva, és a parancsszó elhangzik, és a szónak hatalma van, rögtön végbe is megy. Ha te vagy az Isten, a te parancsszavadat minden ismeri, és a te parancsszavadra azonnal, és bármi megtörténik, és bármilyen komplikált folyamatok. És miért mondtam azt, hogy az egész keresztény tanítás összeomlik, mint a kártyavár, hogyha mi ilyen emberileg átértelmezzük a teremtést, és azt mondjuk, hogy például az ősrobbanás, az ugye így mondta, nem áll szemben a teremtéssel, hanem inkább igényli az Isten teremtése ezt, tehát meg van kötve az Isten, hogy csak ilyen módokon teremthet, ilyen természeti folyamatok által, akkor nézzük meg, mik ennek a következményei. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki a Mózes első könyvében a szóval teremtést tagadja, akkor logikailag Jézus összes csodáját tagadnia kell. Hát megkérdezem, Jézus földi életében nem állandóan szóval teremtett? Hát szerintünk az, hogy azt mondja egy vakon születettnek, akinek ugye látó idegei nincsenek, vagy megsérültek,
és azt mondja, hogy akarom, láss, és lát, és egy poklossággal teljes, vagyis egy olyan leprás, akinek az egész testét már eszi a lepra, azt mondja, hogy akarom, tisztulj meg, és a következő percben épp a bőre, a teste, az izmai, minden. Vagy pedig egy negyednapos oszlásnak indult halottnak, Lázárnak, azt mondja, hogy Lázár, jöjj ki, és ennyi elég. Hát akkor ez mi, ha nem szóval teremtést? Vagy néhány kenyér és hal fölött imádkozik, és több mint 10 000 fős tömeg jól lakik belőle. Tehát aki fennakad azon, hogy Isten szóval teremtett a kezdetben, azt logikailag köteles mitosznak, mesének mi nyilvánítani a Jézus összes csodáját, tehát semmiképpen valóságosnak, tényszerűnek nem tekintheti ezeket a csodákat. De tovább megyek. Ha valaki nem hisz a szóval teremtésben, tud hinni a feltámadásban? Hát a feltámadás hogy megy végbe Jézus kijelentése szerint? Azt mondta, eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát. És a szavára kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Aztán mi történik azokkal, akik életben érik meg Jézus eljövetelét, és Isten az ő ítéletében elfogadta őket. Azt mondja róluk Pál apostol, egy szempillantás alatt átváltoznak. E halandó halhatatlanságba öltözik. Akkor nincs se Isten szavára való feltámadás, akkor nincsen egy szempillantás alatt való átváltozás sem. Értjük ezt? Ez az egész nincs. Azon kívül az evolúciós elméletek ugye egy fokozatos fejlődésről beszélnek, amelyben helye van ugye a halálnak, meg annak, hogy a gyengébb, életképtelen elemek elpusztulnak, ugye ez a szelekció törvénye. Ebben nem fér bele az, hogy amikor Isten teremtett, minden igen jó volt, nem volt halál, nem volt bűn, nem volt erősebb pusztítja a gyengébbet, ebbe ez nem fér bele. Ez egy természeti folyamat, amelyben van halál, sőt ez a fejlődés motorja, hogy itt a életképtelenebb egyedek elhullanak, és csak az életképesek maradnak fönn, ebben nem fér bele. És ezt a mai keresztény teológia hangsúlyozza is, a bűnesetet sem történeti eseménynek kell felfogni. Tehát azt kell mondanom, hogy ami napjainkban egy másfajta kereszténység alakul ki, egy teljesen másfajta kereszténység, mint a Bibliában foglalt isteni kinyilatkoztatás, és egy teljesen másfajta Isten kép, mint amit a Biblia rajzol elénk. És ebben a folyamatban ez egy nagyon fontos lépcsőfok volt, ez a pápai nyilatkozat, amely az egész keresztény világban most kinyilatkoztatás erejű, hogy az nem úgy van, ahogy a Teremtés könyvében van. Szeretnék olvasni néhány sort egy magyar természettudóstól. A pápai nyilatkozat kapcsán jelent meg egy interjú Falus András nevű genetikussal Napilapban, aki hozzá kell tennem egyébként egy nagyon szimpatikus, szerény tudós, és aki vallja, hogy ő hisz a teremtésben, és Isten hívő, de ő is teljesen átveszi ezt, és figyeljük meg, hogy mit mond a pápai nyilatkozatra reagálva. Ezt írja. Ferenc pápa szakított azzal a szerintem fundamentalista nézettel, ugye jegyezzük meg ezt a szót, fundamentalistának nevezik azokat a keresztényeket, akik a Bibliát komolyan veszik, ő erre is másra is használatos a fundamentalista szó, de ez egy ilyen megbélyegző szó, ugye tulajdonképpen ugye biztos hallottuk, hogy iszlám fundamentalizmus, hindu fundamentalizmus, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen megbélyegző szó, hogy akik fanatikusan szó szerint veszik a maguk isteni kinyilatkoztatását, és akik a Bibliát komolyan veszik, ma azok is megkapják a fundamentalista jelzőt, és így olvasom, ezt írja, tehát Ferenc pápa szakított azzal a szerintem fundamentalista nézettel, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot. A Biblia nem egy természettudományos zsebkönyv, hanem elveket mond el. Ha szó szerint vesszük a Bibliát, akkor a Föld életkora legfeljebb 6 000 év. Ez nem így van. Ő is ismétli a szavakat. Ez nem így van.
És azután hadd olvassam még egy részletet, azt írjam, az a teológus, aki a világteremtés hétnapos változatát vallja, túllép egy határt, mert bagatellizálja a Bibliának az eszmeiségét, ami nem konkrét szavakból és értelmezésekből áll. Tehát látjátok, hogy ez a fajta átértelmezése a teremtésnek szorosan össze van kötve a Biblia értelmezésnek a kérdésével, és egyenesen azok a teológusok kerülnek vád alá, akik hisznek a hatnapos teremtésben, akik komolyan veszik a bibliai teremtést, úgy, ahogy az írásban olvassuk, és azt mondja, hogy mert bagatellizálják a Biblia eszmeiségét, amely nem konkrét szavakból és értelmezésekből áll. Tehát azon a küszöbön vagyunk, hogy a kereszténység gyökeresen átalakul. Katolicizmus, protestantizmus és a különböző keresztény közösségek nagy része, amelyek a Bibliát egyfajta szimbólumrendszernek, közvetett tanításnak fogják fel. De az, hogy a Biblia isteni kinyilatkoztatás, hogy a Bibliában egy szó sem támad saját magyarázatból. Ahogy Jézus mondta, az írás fel nem bontható. Ahogy ő mondta, hogy ezek a beszédek Isten szájából származnak, és minden igével éljünk. Ez a fajta kereszténység kezd így valahol a sarokba szorulni. És egy másfajta kereszténység veszi át a helyét. És persze, ugye senki, aki most az evolúciót vallja, és azonosítja magát ezzel a Ferenc pápa nyilatkozatával is, nem mondja mindjárt azt, hogy Jézus csodái se valóságok feltétlenül, meg hogy nem lesz feltámadás, de ez azért van, mert nem gondolkoznak. De ma nem gondolkodó kereszténység a jellemző, hanem az élmény kereszténység. Ma figyeljük meg, hogy az Isten igéje a gondolkodás helyett, a lelkiségnek a fejlesztése, a misztikus élmények, az élmény kereszténység a meghatározó. És az a fajta kereszténység, amely komolyan veszi az Isten beszédét, amely Istent mindenható Istennek tekinti, és egyben erkölcsileg tökéletes lénynek, aki Istent olyannak tekinti, aki a fejünk hajszálait is számontatja, és egyenként törődik velünk, ez az Isten kép tűnik el. Én nekem az egyik legjelentősebb mondata Ellen White-nak a következő. Azt írja, az utolsó nagy küzdelem kétféle kereszténység között fog lezajlani. Az Ó és Új Szövetségre épített kereszténység, és az emberi hagyományokra és kitalálásokra épített kereszténység között. Tehát nagyon kérek mindenkit, hogy gondoljuk ezt végig, a kereszténység radikális átalakulásban van. A korábbi kereszténységhez képest ez egy másfajta kereszténység. Az a fajta kereszténység, amiről Pál a Timóteushoz írt levélben, a második levélben azt írja, megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Ahol azt írja, hogy a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, tehát az emberi kívánságokhoz igazítják az isteni tanításokat, hogy igazolja az embert mindenben, és azt mondja, az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És viszket a fülük, elromlott a hallásuk, beteggé lett a hallásuk. Most megkérdezem, látjuk ezen a háttéren az első angyali üzenetnek a hatalmasra növekedett időszerűségét? Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ugye ebbe az újfajta kereszténységbe, ebbe az újfajta istenkébe az se fér bele, hogy Isten ítél, hogy van ilyen, hogy végső egyetemes ítélet, erről szó sincs. Ez is törölve van a keresztény gondolkodásból. És utána pedig azt mondja, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Észreveszi mindenki, hogy ez szó szerinti idézet a negyedik parancsolatból? Ugye a negyedik parancsolatból, amely a teremtés, a hatnapos teremtés emlékezeteként és a teremtőre való emlékezésként elrendeli a hét eredeti hetedik napja, a szombatnap megszentelését. Hadd olvassa Mózes második könyve 20. fejezetéből,
Ugye így hangzik a negyedik parancsolat, 20. fejezetben a 8. verstől olvasom, a 11-ig. És majd figyeljük meg, hogy hol szó szerint egyezik az első angyal üzenetével. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovik, azért megáldotta az Úr a szombat napját és megszentelte azt. Felfedezzük, 6 napon át teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Az első angyal üzenete pedig azt mondja, imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát a 4. parancsolatból vett szó szerinti idézettel szólít fel a teremtő tiszteletére. És megértettük akkor, hogy milyen hihetetlenül felértékelődik ma a szombat ünneplésnek a jelentősége. Mert aki szombatot ünnepel, annak az égvilágon semmi más értelme nincs, csak ha komolyan veszi, hogy a teremtő a maga példaadásával adott mintát a mi időbeosztásunkra, ő is 6 napon át teremtett és a 7. megnyugodott, és mi a mi magunk életritmusával ugyanezt a mintát követjük hétről hétre, 6 napon át dolgozunk, a 7. napon a munka szünetel, és Istennek szenteljük ezt a napot. Most ma ez a hitvallás, a szombatünneplés, ez ezzel az átalakult kereszténységgel szemben a biblikus kereszténységnek a megvallása. Az, hogy mi olyan teremtőben hiszünk, aki a szavával mindent képes megtenni, komolyan vesszük azt, hogy hiszek egy Istenben, mindenható Istenben. Tehát ennek ma a jelentősége hihetetlenül nagyra nőtt. És hogy megértsük azt, hogy ez mennyire korszellem, mennyire közgondolkozássá vált, hogy a teremtést evolúcióként értjünk, és elfelejtjük a 3 nagy tételt, amit a bibliai teremtéstan mond, hogy mindent Isten teremtett, mindent ő tervezett, a legkisebb, csodálatos, színes tengeri halig mindent ő teremtett, méghozzá neme szerint, tehát eleve a fajok szerint. 2, hogy a puszta szavával teremt a semmiből, és a 3., hogy 6 nap alatt teremtette a mi földünket, és a közvetlen környezetét, a mi naprendszerünket, azt, ami meghatározza a mi földünknek az egész bioszféráját. Tehát, ahogy Péter levele mondja, az egek régtől fogva voltak, az univerzum régtől fogva volt. Hát a Bibliából is tudjuk, hogy már Isten angyalai, meg a sátán lázadása, meg minden volt a Föld és az ember teremtése előtt, de a mi naprendszerünket, ami meghatározza a Földünk bioszféráját, és a mi Földünket Isten 6 nap alatt teremtette. Tehát ez a 3 kardinális pontja van annak, amit a Biblia a teremtésről mond, mindent Isten tervezett, teremtett, és neme szerint teremtett, nincs fajok közti átmenet. 2, az, hogy a puszta szavával, a semmiből képes teremteni, és a 3., hogy 6 nap alatt teremtette a mi naprendszerünket, és a mi földünket, és rajta az embert, és minden élőt. És hogy ez annyira a közgondolkozásba ment át, ez az átértelmezett teremtés, nem tagadják a teremtést, meg teremtő Isten, de totálisan átértelmezik, és egyeztetik ezzel a korszellemmel, ez még a mi saját egyházunkat, a világegyházunkat is olyan mértékben támadta meg, hogy én kint voltam 2010-ben az Atlantai Generálkonferencián, és már előtte is olvastam a cikkeket, hogy egyes észak-amerikai területeknek a nyilatkozatot adtak ki, hogy bizonyos egyetemekről, saját, tehát felekezeti egyetemekről kikerült hallgató, teológus hallgatókat nem hajlandóak alkalmazni, mert ott evolúciót tanítanak. És ugye az egész generálkonferencia ülésszak alatt ment a Creation Szeminárium minden áldott nap, mert ugye próbálták megerősíteni ennek az oszlopait, mert ugye hát összeomlik az egész szombatünneplésnek is, az égvilágon semmi értelme nincs,
ha evolúcióval értelmezzük a teremtést. És figyeljük meg, hogy ugyanakkor, miközben ez a nyilatkozat elhangzik, előre haladnak a vasárnap megszentelésért való törekvések. A mi országunkban különösen láthattuk ezt. Én írtam is erről Napilapban egy cikket, nem tudom, valaki látta-e, és mert fontos, mert eljött a bizonyságtevés ideje, nem szabad hallgatni. Ma már nem annak az ideje van, hogy úgy a sarokban hallgatunk. Az első angyal üzenetének hangzani kell, fel kell vállalni ezt a küzdelmet az első angyalnak az üzenetének a hirdetésével. És nézzük meg, hogy ugye ez nem a teremtésről szól, ez másról. A teremtés az eltűnik a láthatáról. Ugye ez Krisztus feltámadása emlékére, noha nincs róla bibliai rendelés, egyáltalán nincs róla, tehát ez hozzátétel a Bibliáról, és elvétel is a Bibliából, mert elveszi a 10 parancsolat 4. parancsolatát. És ennek a szorgalmazása folyik, egyre inkább, a mi országunkban most ezt különösen láthattuk, én a cikket különben arról írtam, hogy noha úgy hangzott, hogy ez munkásvédelmi törvény, de beidéztem szépen a Dies Domini enciklikából, hogy a polgári törvényhozásnál kell elérni a vasárnap megszentelését, tehát valójában ennek vallási indítéka és vallási gyökere van, ha akkor is, ha így tűnik, hogy munkásvédelmi törvény. És hogy ez lelkiismereti kényszer, mert tartsuk tiszteletbe, kapja meg mindenki a vasárnapját, akin ezt lelkiismereti meggyőződésből akarja tartani. Ne bírálgassuk egymás lelkiismereti meggyőződését. De hogy mindenkire rákényszerítsünk egy valójában vallási indítékú pihenőnapot és nyugalomnapot, az a lelkiismereti szabadsággal ellentétes. Mert mindenki lelkiismereti meggyőződése szerint tisztelje az Istent úgy, ahogyan ő jónak látja. Tehát nem tudom, jobban el tudjuk már képzelni, hogy az a bizonyos szombat-vasárnap válság, ami az emberi történelem végén kibontakozik, a bibliai proféciák egyértelműen utalnak arra, az nem olyan lesz, hogy most számolgatjuk, hogy melyik a 7. nap egyik szerint ennyi, másik szerint annyi, vagy lovagolunk egy napkérdésen, hanem akik szombatot ünnepelnek és kitartanak mellette, azok egy élő Istent, egy teremtő és fenntartó Istent tisztelnek, és ezt nyilvánosan megvallják, és kitartanak a 6 napos teremtés, a semmiből szóval teremtő Isten mellett. Akik pedig a másik napot ünneplik, azok, ha hallják is az első angyal üzenetét, azok másként foglalnak állást. Azok azt mondják, hogy hát mi emberek ezt így értelmezzük, és nem a Bibliát tekintjük mértékadónak, hanem az emberi vallási tekintély értelmezését, és az emberi vallási rendeléseket, nem pedig az Istennek a szavát és az Istennek a beszédét. Tehát látjuk, a 2 nap az kétféle kereszténységet fog jelölni, kétféle vallásosságot, kétféle istenképet, és ezért fog kiéleződni ekkorul a küzdelem, aminek most még csak az előszereit látjuk, az első nyomait látjuk. És mindezek után én szeretnék az igehirdetés végén arról is szólni, hogy vajon nem látjátok-e időszerűnek azt, hogy ami természetes környezetünkben, rokonságunk, barátaink, ismerőseink, azért bizonyságot tegyünk arról, hogy miért ünnepeljük a szombatnapot. Miért nekünk a szombat a Szent Gyülekezés napja? Mert ugye ez könnyen így van, hogy hát tudomásul veszik, azt mondják, sokféle szekta van. Hát kinek mi a bogara, hát ha nekik a szombat, ott ünneplés, hát legyen, tudomásul veszük lelkiismereti szabadságban. De nem jött el annak az ideje, hogy mi szépen, türelmesen, okosan, szeretettel, és kérjük a Jóistent, hogy adjon erre alkalmakat, hogy megmondjuk, hogy miért ünneplünk szombatnapot, hogy tudja a környezetünk. Most ennek a pápai nyilatkozatnak a hátterén természetesen nem úgy, hogy a pápát személyében támadjuk, függetlenül attól, mi nem a mi dolgunk, hogy az ő személyét megítéljük, de azt nyíltan kimondhatjuk, hogy bármilyen vallási tekintély az Isten igéjével szemben azt mondja, de ez nem így van, és gúnytárgyává tegye a szóval teremtést, és azt mondja, hogy Isten nem tekinthetjük varázslónak, varázspálcával, aki képes mindent megtenni. Ez akárki legyen is, a Szentírás alapján azt mondjuk, hogy ez elfogadhatatlan. És mi a magunk részéről kitartunk amellett, hogy
a féljük az Istent, és nékiadjuk a dicsőséget, és imádjuk a Teremtőt úgy a valódi bibliai értelmében, és komolyan vesszük, hogy eljött az ő ítéletének órája, mert élő Istenben hiszünk, aki szól, és aki cselekszik, és aki teremt, és akinek erkölcsi alapja van arra, hogy ítéletet tartson az emberek fölött. Tehát én azt szeretném kérni, hogy gondolkozzunk el ezen, és szeliden, úgy annyira szeretem Péter apostolnak a kijelentését, mert az sem mindegy, hogy milyen a hangvétele és a stílusa a bizonyságtételünknek. De Péter apostol első levele, a 3. fejezetének a 15. versében így olvassuk. Ti pedig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér a bennetek való reménységről, szelídséggel és félelemmel. Ugye, tehát ebben a szellemben tegyünk bizonyságot, de imádkozzunk alkalmakért, mert erőltetetten mondani dolgokat nem szabad. Erőszakolni meg végképpen nem szabad, de ha az Istent kérjük, ő ad nekünk alkalmakat, természetes alkalmakat, és még ha gyerekekről is van szó a rokonságunkban, vagy egész fiatalokról, mindenki tudja azt, hogy nekünk mit jelent, és miért ünnepeljük a 7. napot. Mert ennek a bizonyságtevésnek az ideje hatalmasan megnövekedett. Ezen a háttéren, hogy az egész kereszténység kezd teljesen másképp gondolkodni, és ezzel együtt átalakul az Istenkép. Engem mindig elgondolkodtat az, hogy úgy olvassuk a Jelenések könyve 7. fejezetében arról a bizonyos elpecsételésről, hogy Isten majd oltalom alá helyez embereket a legkritikusabb utolsó szakaszára a történelemnek, a Jézus eljövetel előtti időre, hogy jön az angyal, akinél az élő Isten pecséte van. És azt mondja, elpecsételjük a mi Istenünk szolgáit. Ebben az jut kifejezésre, hogy azokat különböztetik meg, akik élő Istenben hisznek. Élő, teremtő, mindenható, velünk törődő, személyes, élő Istenben. És az Isten angyalai pontosan tudják, hogy kik azok, akik a mi Istenünk szolgái. Ugye valamikor milyen csodálatos volt, amikor azt mondta Dánielnek, ugye a király, a méd Dárius, Dániel az élő Istennek szolgálja. A te Istened, akinek te éjjel-nappal szolgálsz, meg tudod te szabadítani téged. Milyen jó lenne, hogyha minket is így ismernének X ember, aki az élő Isten szolgálja, és az ő Istenének éjjel és nappal szüntelenül szolgál, tiszteli, féli, becsüli őt, és az ő szavát komolyan veszi. És én szívből kívánom, kedves testvéreim, hogy lássuk meg a hatalmas idők jelét, és lássuk meg azt, amit az Isten közel 200 évvel ezelőtt kezdett emberek lelkismeretére helyezni, hogy hirdetniük kell a világnak, az ma eléri az időszerűségének a csúcspontját. És hol vannak az áldozatkész és odaadó hírnökök és bizonyságtevők? És látjuk azt, hogy a mi szombatünneplésünket is a gyakorlatban is mennyire vonzóvá, tisztábbá, szépé kell tennünk, hogy a mi szombatünneplésünk az embereket kérdésekre késztessen, és emberek tiszteletét váltsa ki, és alkalmat adjon a tanúságtételre az élő Istenről, a mindenható teremtő Istenről. És arról, hogy az a Krisztus, akiről azt mondja a kereszténység, Krisztusi és Krisztus középpontú kereszténység, az a Krisztus valójában a teremtő, mert az egész írás tanúságtétele szerint ő teremtett mindent, láthatókat, láthatatlanokat. Tehát Krisztust, mint teremtőt tiszteljük. Krisztus nem egyszerűen úgy, mint a nagy tanítót, vagy egy mártírt tiszteljük. Krisztus, mint aki teremtőből lett emberfiává, és adta az ő életét értünk, megváltson is, és Krisztust, mint élő Isten, aki visszatér hatalommal és dicsőséggel, hogy ítéletet tartson és üdvözítsen. Segítsen a Jóisten megérteni nekünk, hogy mennyire fontos, hogy ezt az eredeti, valódi Isten által kinyilatkoztatott kereszténységet képviseljük ma környezetünkben, cselekedettel és szóval egyaránt. Amen.